A szokásosnál is többen betegednek meg légúti fertőzésekben. Az ok egyelőre ismeretlen, a Híradónknak nyilatkozó szakértő szerint nem a koronavírus járvány áll a háttérben. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy újfajta vírusról van-e szó. Megközelítőleg 60%-kal megnőtt azon betegek száma, akik felkeresik a házi orvosukat valamilyen panasszal. Legtöbbjük felső légúti betegséggel és 2-3 napig tartó lázzal küzd. A tünetek között szerepel még köhögéses roham, hidegrázás, illetve izomfájdalom. Kurjatko Tamás házi orvos Híradónknak elmondta, egyelőre nem tudják beazonosítani, hogy milyen influenzáról vagy vírusról van szó. Sok esetben bakteriális felülfertőződésről van szó, amely gennyes mandulagyulladásban, tüdőgyulladásban mutatkozik. Olyan érdekes feelingünk van, mint 2019. decemberében, 2020. januárjában, amikor tényleg tehát megleptek akkor is a családorvosi rendelőben, tehát ezek a felső légúti betegek magas lázzal, szinte uralhatatlan állapotokkal. Tehát most is az van, hogy tehát szinte 50-60 ember keresi fel a családorvosi rendelőt. Hozzátette, a hétvégi esetek száma is megduplázódott a sürgősségi esetek miatt. 28-30 eset van egy rendelőben hétvégente, egy éjszaka alatt pedig 15-16. A koronavírus járványra utaló tünetek esetében tesztet végeznek a betegen, de nagyon sokszor negatív az eredmény. Az orvos szerint vagy nem a megfelelő időben készül a teszt, amikor a betegség kimutatható, vagy egy teljesen más újfajta vírusról van szó. Sokat segítene, ha a betegek elmennének tesztelésre, amely által kimutatható, hogy influenzáról van-e szó. Az alapvető higiéniai normákat betartva sokat tehetünk a terjedés ellen, mondta.